Több éves múltra tekint vissza a hulladékért virágot elnevezésű akció, ennek a szelektív hulladékra fókuszált gyűjtés mellett a szemlélet is célja. Az Észak-Alföldi Környezet Nonprofit Kft. ügyvezetője úgy fogalmazott 35 perc című műsorunkban, hogy nem a szemét és az utalvány mennyisége a lényeges, hanem hogy felhívják a figyelmet arra, a hulladék érték is lehet. a fő cél a csomagolási hulladékok visszagyűjtése, tehát papír, műanyag, petpalack, tetrapak már, azt mondom, ez a kombinált hulladék, illetve öblösüveg visszagyűjtése, és mindez szelektíven. Italos fémdobozok. Nem? Az is az is természetes, uh -huh. mondják, italos fémdobozok. Tehát minden olyan, ami a háztartásba csomagolási hulladékként keletkezik, esetleg egy nagyobb, úgymond, garázsrendezés vagy lontanítás alkalmával előkerül, és akár nem fér a sárga kukába, azt ebbe az időszakba, hogyha behozzák hozzánk a két hulladékudvarba, akkor még azon túl, hogy komposztot, tehát virágföldet tudunk adni érte, utalványokat is adunk. A hulladékért kapható utalványok értéke változó. 10 kg papírnak például 50 forint az utalvány értéke, míg 3 kg műanyag PET palacknak 100 forint. 1 kg italos kartondobozért pedig 1 kg komposzt jár. Az utalványok különböző nyíregyházi vállalkozásoknál válthatók be kertészetekben, állateledelboltokban, de akár a Móri Zsigmond színháznál is felhasználhatjuk az utalványt. Próbálom, Éberhard Gábor azt mondta, jelenleg néhány száz fő vesz részt az akcióban, de érezhető, hogy évről évre nő az emberek környezetudatossága. Én úgy gondolom, hogy ez a jövőben ez az arány mindenképp gyakorlatilag különösebb erőfeszítés nélkül ö, növelhető lenne, semmi más nem kell hozzá, mint egy kicsit ö, nagyobb odafigyelés. Én úgy gondolom, családi házaknál ez már jól működik, ami nehezebb az a, a társasházak, a nagyobb lakótelepeknek az ilyen irányú igényeinek a kielégítése erre, de már ezt is ö, két éve végezzük, hogy a társasházaknak is biztosítunk ingyenesen 240 literes szelektív hulladékgyűjtő edényt, Kvázi cserébe annyi elvárásunk van, hogy a, a, közösség, a lakóközösség próbálja ezt valamilyen módon sajátjának tekinteni. Nyíregyházán két helyszínen zajlik az akció. Az összegyűjtött hulladékot a Kerék utca három szám alatti és a Korányi Frigyes úti lerakóban lehet utalványra váltani. Sőt, új helyszínként a Máté Szalkai hulladékudvar is bekapcsolódott az akcióba. A hulladékért virágot, illetve más utalmányt április másodikáig kaphatunk.